Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de van arra lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. Ez a felvétel április 20-án jelenik meg. Ez az én születésnapom. De most van egy kis szomorúság, hiszen a férjem beteg lett, így nem tudunk elmenni sehova, nem tudunk ünnepelni, úgyhogy majd én vigyázok rám, itthon leszünk, lehet, hogy dolgozni fogok, tehát nagy ünnepség nem lesz ezen a napon, és az én születésnapi kívánságom, hogy hamarosan gyógyuljon meg, hiszek ebben, remélem minden jóra fordul. Ezen a napon, április 20-án a hold az indiai asztrológia szerint az Uttara Palguna holdházban van, és az azt jelenti, hogy mi indítottunk a múltban valamit. És most, ezen a napon elérhető ez a cél, vagy lesz nyeremény, vagy kivirágzik valami. Tehát itt látható az, amit korábban indítottunk, hogy itt vannak fejlemények. Azt is jelentheti ez a holdház, hogy bizonyos dolgok vagy személyek, akik különbözőek, most így összetalálkoznak, és lesz itt egy közös terv, vagy egy közös irány, tehát itt lesznek érdekes kapcsolatok. Ezen a napon, április 20-án Jupiter bolygó és Uranus bolygó együtt hat. Jupiter bolygó az hozhat szerencsét, vagy utalhat egy bírósági ügyre, és Uranus bolygó jelent meglepetéseket, egy változást, hogy itt lesznek változások, ami minden jóra fog alakulni. Remélem, hogy nálunk is így lesz, és a férjem hamarosan újra egészséges lesz. Ez az én kívánságom. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható, te megjelensz itt, mint egy szerelmes hölgy, és látható, hogy ő annak tudatában van, hogy szereted őt. Itt szerelemről, vonzalomról van szó, és ott van a szerelmes nő mellett a remény, megvan a remény ahhoz, hogy minden jóra fordul. A remény kártyájánál ott van a horog, az jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. A háttérben a hajók jelenthetnek külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Lehet, hogy tervez veled egy utat, és úgy érzi, hogy ebben a párkapcsolatban le tud horgonyozni. Az érzelmeit bal oldalon látjuk, ott van a gondolat és a betegség, ez most úgy illik a férjemre, hiszen őt is ez foglalkoztatja most a gondolataiban, ugyanúgy, mint engem. Tehát itt lehet betegségről szó, vagy a betegség kártyája jelentheti a gyógyító erőt is. Amit a betegség kártyája még jelenthet, hogy benne van egy bizonyos helyzetben, ami betegíti őt, ahol nem érzi jól magát. Vagy ezen a területen dolgozik, például orvos, és szeretne változásokat a munkahelyén, és a gondolataiban ez foglalkoztatja őt, hiszen kihat az érzelmeire, ami betegíti őt. Mit fog tenni? Az állandóság kártyája
jelenti a biztonság érzetét, ugyanúgy, mint a horgony, ahol le tud horgonyozni. Ez a kártya utal néha munkára is, hogy ott is kell, hogy meglegyen a biztonság érzete, és az ajándék jelent egy jó lehetőséget, egy ajánlatot, vagy azt is jelentheti, hogy ő jönni fog hozzád, látni akar téged, hiszen ott van a szem, látni akar téged, és kapsz tőle egy ajándékot. És ő tudja azt, érzi azt, hogy ez a párkapcsolat stabil. Mi fűz össze benneteket, az középen látható, ez a rovás írás kártya, amit a férjem készített. Itt az I betűről van szó, és most elgondolkozhatunk azon, mit jelent az I betű. Például Irma, vagy Ilona, vagy Imre. Lehet egy helység is, például Ivánc, vagy egy fogalom, egy szó, mint például igen. A régi írásmód ott középen van, ha én megnézem ezt a jelet, illetve ezt a betűt, akkor nekem a hinta jut eszembe. Hol fönt van, hol lent, hol fönt, hol lent. Így változnak a dolgok, vannak jó események, néha vannak rosszak, de alkalmazkodni kell a helyzethez. A napi kártya alul jobb oldalon van, itt látható, hogy ez a hölgy telefonál. Tehát itt lesznek telefonálások, beszélgetések, kapcsolatok. A gyertya megvilágít valamit, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Látható, hogy nyitva van az ablak, kifele tekint, úgy néz ki a kép, minthogyha várna valakire. Itt meg van beszélve egy találkozás, hiszen telefonál, és várakozik, hogy például a lelki társa jöjjön, hogy látogassa meg őt. Tehát itt vannak kapcsolatok, bizonyos események tisztázódnak, az is lehet, hogy valaki meg akar látogatni tőled, vagy te elvárod azt, megvan ez a kívánság, hogy jöjjön hozzád, látogasson meg téged. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!